Különböző lehetséges háborús helyzetekre reagálnak a NATO alakulatok a Hajmáskérhez közeli központi gyakorló és lőtéren. A harcászati gyakorlaton a Magyar Honvédség 17 alakulata vett részt, és a NATO tagállamok közül Olaszország, Amerika, Horvátország, Törökország és Szlovákia képviseltette magát. A hadgyakorlaton éles lőszert és lövedéket használtak a katonák, nagyjából 500 technikai eszköz lépett működésbe, köztük például az egyik Gripen és egy harci helikopter is. A Magyar Honvédség parancsnoka kiemelte, a katonák egyre több időt töltenek a gyakorlótéren, és ez a NATO együttműködés is ennek a folyamatnak a része. Az altábornagy hozzátette, a közös kiképzés egy hónappal ezelőtt kezdődött, és a honvédek azóta már bizonyították, bevetésre kész a harccsoport. A háború kitörése után a NATO eldöntötte, hogy a NATO keleti határán olyan zászlói harccsoportokat kell létrehozni, amivel mindenki láthatja, hogy a NATO katonák képesek együttműködni, és képesek és készek megvédeni a NATO és a nemzetek területét. Ezt láthatjuk most, Magyarország ugye azonnal felajánlotta a saját zászlóját, hogy mi ebben részt veszünk. A honvédelmi miniszterhelyettes kiemelte, a haderőfejlesztés folyamatos hazánkban, mert az a cél, hogy Magyarországnak erős hadserege legyen. Varga Tamás hangsúlyozza, a békéhez erő kell. Célunk az, hogy Közép-Európa erős hadserege legyen a magyar hadsereg, hiszen ezt nem véletlenül mondjuk minden alkalommal, hogy a békéhez erő kell, erőt kell tudnunk felmutatni. NATO szövetségesként is, Magyarországként is, és a NATO is attól erősebb, hogy a magyar haderő erősebb. A harcászati bemutatón összesen 1200 katona vett részt.